Ez egy sárgyűjtő hely a Gyepszél utcai óvoda udvarán, nem a gyermekek ruháját hivatott összesározni, hanem kiváló alapanyagot biztosít a fecskék fészkéhez a szárazabb időszakokban. Városszerte egyre több ilyen hely található, az önkormányzat környezetvédelmi bizottságának köszönhetően. Pénteken a szervezet elnöke végezte el az utolsó simításokat ezen az újonnan kialakított helyszínen. Mondhatom, nagy energiákat mozgósítottunk a fecskevédelmi program megfelelő menedzselésében. Ebbe ki kell hangsúlyozzam mindenképpen Markó Valentyika, annak környezetvédelmi bizottsági tag társunk szerepét. Az egész fecskevédelmi program az egy év alakult környezetvédelmi bizottság, mondhatom, első gyereke, és nagyon-nagyon a szívünken viseljük. Ennek szellemében fontos volt, hogy felmérjék a város fecske állományát, mely tavaly meg is történt. A becslések szerint legalább 5500 fecske tölti Győrben a meleg időszakot. Ezen számok alapján próbáltuk tudatosabban kialakítani az idei cselekvési tervünket, aminek keretében a fecske állomány száma alapján újabb sárgyűjtőhelyeket képeztünk ki. Fecskék védelme érdekében a fecskefészkek alá úgynevezett fecskepelenkákat helyezünk ki. Ennek az egyik legnagyobb helyszíne a megyei kórház falain látható, több mint 40 fecskefészek alá helyezünk ki fecskepelenkákat. Itt a Gyepszél utcai óvoda épületén megbúvó fészkek alá is terveznek fecskepelenkákat. Ménfő Csanakon Latkovics Takács Tíme a képviselő hathatós támogatásával pedig fecskehotelt létesítenek, hiszen a madarak száma ezt indokolja. Lassan mondhatom azt, hogy készen állunk a fecskék fogadására, illetve ne felejtsük el a lakosság környezettudatos tájékoztatását is, tehát beadványokban, ismeretterjesztő anyagokban próbáljuk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a fecske egy védett madárnak minősül. A Győr Plusz Televízió szórakoztató környezetvédelmi magazinjának legutóbbi adásában éppen a madarakkal és azon belül a fecskékkel foglalkoztunk. Az Anna és Berci Zöld Világa megtalálható a Győr Plusz Televízió YouTube csatornáján, ahol sok érdekes dolgot tudhatunk meg szárnyas kedvenceinkről. Többek között azt is, hogy egy fecske egy szezon alatt 1 kg szúnyogot eszik meg.